ez a dolog. És aki mondjuk League of Legends-et akar követni, az pedig az eSport Hulu a csatornán követheti Shets mérkőzéseket, a Nice Gaming Different Dimensions meccset, az eSport egy Facebookon pedig Magyarország Dánia FVP a VB selejtező FIFA-ban, az ESL LOLB csatornán magyar kommentátorok angolul kommentálnak a vágy mérkőzését, úgyhogy aki eSportot akar nézni, FIFA, LOL, CS:GO, terítéken, a platformokat elmondtam, Facebook, Twitch és csatornák, az eSport egy oldalán mindent megtaláltok szintén, valószínűleg minden streambe van embeddelve. Aki minden streamet szeretne egyszerre nézni, ajánlom a multitwitch-et, multitwitch.tv per, és akkor eSportucsi per eSportulol per ESLOLB, miközben bement a B támadás a Nexusnak. Nekünk meg az ellentámadásunk szintén, bombát le fogjuk szedni, jaj, jó a füst. Erik pedig jól felezi a társát, oh! A füstből kilőni Fifit, Kozmin, még kinéz! Hát ez hihetetlen. Hát a kör az megvan, a legfontosabb ember nem érte túl a magyaroktól. Kozmin három gyönyörű szép lövéssel fejezte be a kört így. Wow! Ja, erről nincsen videó egyébként, ahogy ketté térdelte a klaviatúráját Diablo, hogyha jól tudom. Erről nincs videó, csak azt mondom, hogy éppen figyelemmel követtem én is azt a rendezvényt, és bőszen írtuk az akkori, hát talán még Quadwin ment a stream, és Mircen írogattuk, hogy mi történik, és ott bemondták streambe, és meg elmondták, hogy hát Diablo nemes egyszerűséggel széttérdelte a klaviatúráját. De ugyanez Black Mane-nel, a Dignitas játékosával, akkori a Dignitas sokkal meghatározóbb gaming volt. Akkor hát rávágott az asztalára, hogy repült egyet az egere, és tönkre is ment az egere attól a puffanástól. Hát vannak ilyen, amikor így játékosok kiéreztik a gőzt, és nem úgy sül el, ahogy ők azt tervezték. Azt viszont meg nem mondom meg, hogy kivel történt, mert már nem emlékszem, hogy ki volt az. Szintén billentyűzetes eset, nem hozott le egy szitut, amit közel lehozott volna a játékos. Maga elé rántotta a klaviatúráját, és szétharapta, így tépte és szétharapta a billentyűzet kábelt. Ugye ez a, de nyilván nem a mostani mechanikus billentyűzetnek ez a szövetes fedésű kábel, hanem meg az a jó öreg rég, az a gumírozott, vékonyabb kábel, USB kábel, lehet egy kicsit megcsúcsálva. Hát a Copenhagen Games miért állt 4 órát? Azt volt az több is. Nem voltak jók a szerverek. Volt az más szervezői hiba, de ezek az megint más sztori, hogy nem készültek fel a CS:GO update-re, meg nem készültek fel rendesen a Steam supporttal arra, hogy egy IP-ről több száz emberre fog jelentkezni, ez megint más. Nekem nincsen hasonló sztorim, én ilyeneket, ilyen szintűeket nem rézseltem még fénykoromban sem, amikor SWAT 4-eztem. Én kordában voltam azért tartva. Otthon is akár szülők által, meg hát igyekeztem vigyázni erre, de most... Mint láttam volna, hogy innen jött volna valami lövés. Megint levitáló fegyverek lesznek a játékban? Paranormális már is jelenségek? Hát, Xai pedig leírja a véleményét az ESL Wire-ről. Én nem tudom, mi van ezzel az emberrel, de a neve se jó egyébként, mert nem az, ami hivatalos neve van, se HLTV-n, se az ESL csapatban. És már lassan kezd büntetőpontokat érni. Nyilván ezt az adminok majd eldöntik. Közben levadászuk teljesen ezt a full eco kört. Erik bezsebel jó kis pénzösszegeket ezzel a Mag 7-tel. Még ilyen sztorik nem tudom, vannak-e, de akkor még egyszer bemondom egyébként, hogy tudjátok, ESLOLB-n angolul Wild mérkőzés van League of Legends-ben, eSportulol csatornán Different Dimensions és Nice Gaming League of Legends mérkőzés, itt ugye Nexus of Esports, CS:GO ESL Shets mérkőzés szintén, és Magyarország-Dánia FIFA meccs az eSport1.gg Facebook oldalon. Igazban a Nexus azért most prezentálja azt, hogy tudnak játszani.
Wire ide vagy oda, a technikai problémák tömkelege után egy magabiztos átámadás, bombát csak kellett rakni, négy emberrel túlélték ezt a kört. Még sokan szidják ezt az első Wire-t, de azt nem tudhatjátok sokan, hogy az első Wire jelenleg az egyik legjobb anti-cheat a piacon. A hackerek az első Wire-t utálják a legjobban törni a csalásaikkal, úgyhogy kutya be esel. Most komolyan mondom, azon gondolkodom, hogy milyen ilyen rage-elő sztorik voltak még nemzetközi vagy magyar lanokon. Hát voltak ilyen alpári pillanatok mindenhol egyébként, de ami ilyen kifejezetten komikus, aminek volt annyi végeredménye is, az azért szerencsé ritkaság száma megy. Megint egy maxiva támadás románoktól, az egy jó megmozás Eriktől, elkoppintja még a játékos fejét, és egy V1 már is Xey, és Nofear között, de Nofear az legyőzhetetlen most. Hoz egy AK-t, nyerték, bukták a románoknál, ezt viszont ki fogják forszolni szerintem. Nem hiszem, hogy erre rákóznának. Mondjuk ha rákóznak, akkor mondjuk Kozmin és Xey is jobban tud majd vásárolni. De inkább amellett döntenek, hogy full beforszolják és nem ekóznak egyet. Mások az milyen döntés lett volna. Most egy eko full ekót tegyük fel. Egy-két pisztoly mondjuk. Utána egy erősebb vásárlás, aztán megint eko. Így viszont kell kettőt ekózniuk? Nem kell kettőt ekózni, ez a jobb döntés. Úgyhogy gyors matekoztam én is egy kicsikét fejben. Főleg, hogy a Kozmin tud fregelni, megvan neki Erik. Megnézem a közös eredményjelzőnket, hogy jó-e, igen. Egy még ugye a hopnak. Jól látjátok! Jöttök új emberek ide a chatre, jól látjátok, a hop éppen veri a Nexus-t, és ez maradjon is így trénen, ahogy ez elindult most. Az első fegyveres kör az a Nexusnak kicsit aggasztó volt. Most ez a második. Reméljük nem annyira az. Na, Nofear! Nagyot húzhat! Benéz! Szép lövés SX-re! Ott jön vele szembe Xey mindjárt. Bombot van Xeynél. A scout-tal egyet hibázott Xey. Ez azonnal kihasználta Nofear. A bombát viszont nem látta, hogy ott volt. BTN ellövi Nofear-t. És BTN. Áron. 1v1. Van 40 másodperce BTN-nek lehozni esetleg a kört és lerakni a bombát, ugye? Ami egyre fogy, és át fog menni így szépen B-site-ra. Óha. Áron, nem trappol. BTN-t hallja Áron. Hallania kellett BTN-nek Áronnak. BTN-t Áronnak. És látja! És egy gyönyörű szép pontos fejlővéssel kilövi az ellenfél játékosát, és időkérés! Hát hogyha ugyanazt játszunk, mint Cobblestone, hogy időkérés, körhozás, időkérés, körhozás. Jó eset látok arra, hogy ilyen technikai körülmények között a románok el fogják napolni ezt a Balkánig a meccset. Nem hiszem, hogy ezt le akarnák szerintem játszani. 5-1, full leko a románoktól, ez lehet 6-1 is. Gyerünk, fiúk. Gyerünk. CT oldalon vagyunk a saját pályánkon, ne menjünk Infernóra, ne húzzuk tovább ezt a mérkőzést. Lassan 10 óra van, lassan már amúgy is vége kéne, hogy legyen ennek a meccsnek, sőt már rég vége kéne, hogy legyen. Ennek ellenére, hajrá! Xeynak vannak mindenféle egér, meg billentyűzet, meg Wire problémái. Addig megpróbálok megint valami sztorit. Így felidézni. Ígértük, hogy meg lesz szervezve a legjobb név, nicknév szépség verseny. Ez folyamatban van a megszervezése egyébként. Én szeretnék valami apróság díjat is, egy minimális dolgot. Ami mondjuk minden játékban használható. Tehát egy
Tehát vannak itt azért kemény nicknevek, mint mondjuk, mi mondtuk sokszor, hogy a szarvasmarha raklap, meg akár még League of Legends-ből a postás Józsi is, meg á, vannak olyan párjak is, azok nem fognak valószínűleg verseny, hát versenyezhetnek, de nyilván nem lesznek beválogatva a toppok közé, de lesznek itt érdekes nevezők. Annyi a lényeg, hogy legyen valami bizonyíték arra, hogy az a játékos már az elmúlt X, tehát az X évig tényleg azt a nevet használta, és ennek van nyoma, vagy pedig az elmúlt X évben azt használja folyamatosan, és még most is. Tehát mit tudom, ESL profil, már mondom, hogy clan base, de hát az már így eléggé rip régóta. Vannak felületek, ahol ezt így lehet bizonyítani. Traktor! Akár! Ajajaj, egyelőre, megint kitobálózik. BZT az, aki nem bír sosem magával egyébként? BZT! Stop! Nézd a zsongölködnek a magyarok. Hát, srácok. Amit BZT itt prezentál a fegyverekkel, ezért már fizetni kéne igazából, nem? Tehát azért a cirkuszban ilyenkor már elkérik a pénzt. Na, még dobjunk rá egy pár fegyód VZT-re. Most kidobált őket. Nem, itt egy AK. Nem, hát már a srácok is megunták, hogy VZT zsonglőrködik. Egy kicsikét. Hát, most egy ilyen kérdés, hogy egy matchmaking-et tolt mondjuk azon a nével, mondjuk az nem annyira számít. Itt azt kell valahogy bizonyítani, hogy masszívan hosszabb ideig tudta azt a nevet használni. Tehát akár lehet mondjuk, mit tudom én, egy 2016-os vagy 2014-es screenshot, ugyanaz a nick név. Az már jó. Én például tudok olyanokat kodkettőben, aki ifaponyva néven nyomták. Klámbézzel mi lett, bezárták, de ti miatt? Köszi Vozsváros. Aki nézi a South Parkot, azt tudja, miről beszélek, hogy Vozsváros. Hát a Klámbéz az a vége felé már több sebből vérzett. Nem tudták kifizetni a csapatokat, az adminok is, tehát nem volt olyan admin, aki fizetést kapott volna egyáltalán. Nem volt fejlődés, elavult volt az oldal. Az anti-cheat se saját volt, hanem az UAC anti-cheat ment minden játékban. Többsebből vérzett a clanbase, és végül meg kellett szűnnie. De volt pár nagyon-nagyon jó rendszer, amit jó lenne, hogy implementálnának. Esetleg most már az ESL-nél. Sajnos azok a dolgok, azok az idők is elmúltak. Zsolt. 1117, de be fogom olvasni, hogy az vagy. Traktorral történt valami furcsa sztori. Nem tudom, hogy történt-e velem valami ilyen furcsa sztori, ilyen billegyűjtő széttörős tudsz. Egyáltalán is igen, van olyan, hogy ifaponyva. Tehát volt. Ifaponyva meg egyéb kreatív dolgok. De gondolkodom, hogy a magyar lanokon mik voltak. Ilyen érdekes. De azt tudjuk, hogy Navi játékos a Zeus-i kiöntötte a... Azt hiszem Zeus, nem Zeus volt, várjátok? Ki volt az, aki kiöntötte a piát a klaviatúrára? Talán Major-ön volt. De valami nagy rendezvény, az biztos. Kiöntötte a bilentyűzetre az energiaitalt. Ilyen volt LCS-en, League of Legends-ben is egyébként, tehát... Ezek gyakoriak, az ilyen balestek. Én is volt, hogy Major alatt leborítottam a számítógépemet egy pohár vízzel, és akkor annyit látott mindenki itt a streamen, hogy a stream offline. Hát igen. A víz az nem teszi jót annyira a számítógépnek, úgyhogy azonnali áramtalanítás történt abban a pillanatban. Chris J volt a Mouse-ból. Akkor is bejátszotta ezt, hogy leborította itókával a félvilágot. Hát igen, de mondjuk ilyen
rendezvényeken azért van mindig csere tudsz, amit tudnak használni, vagy a csapatok visznek magukkal ilyet, vagy pedig ugye a szervezők azért biztosítanak valami alap hardware állományt, ami persze mondjuk ez már nem annyira kényelmes, és ez nézzétek, hogy jogosan kérdezi azt, hogy na mi van már? Oké, és ez most csatlakozna be, mire várunk? Xayra várunk, hogy a Xay gépe összekapja magát, és a Wire jól menjen neki, meg a billentyűzete és az egere is jó legyen, és akkor talán jó lesz. Xay, akár lehetne Jax is, így van, hát most melyik? Melyiket használja? Ugyanaz a, ez a kérdés, mint Cutlernél, ugye? Hogy most Realtek vagy Cutler, ugye? Aki régóta ismeri, tudják, hogy Cutlernél vagy játszik, tehát ő visszafele írja a nevét. Hát akkor most melyik a helyesebb, ugye? Akkor lehet ilyeneken filózni. Ezek is érdekes témák, hogy akkor most melyik a helyes, melyik a jó. Changing PC. Azt írják a románok. Hát ez mennyire lesz egy rövid folyamat, azt nem tudom. Mert mire oda betölti a CFG-t, átdugja a hardware-eit, felteszi a driver-eket. Connecting to wire and here we... Oh, tehát már a wire-höz csatlakozik. Egy kicsit hosszabb folyamat, de... Ez aztán hamarosan már itt lesz. És remélem mindenki értette a Daddy viccet, hogy Xay viszont a Xay PC-jével. Hát akkor várunk még egy kicsikét. Sok sikert a Hope-nak majd, meg a Nexus-nak, hogy még két mapot toljanak majd. Ezután a BU3 után. Nem tudom, hogy a Nexus-nak mennyi kedve van. Aha, mert nem mindenki ment haza a LAN-ról ugye, amit most megnyertek a Nexus-osok. Négyen még a LAN-on vannak, egy pedig otthon. Itt van a turpisság. Itt van elásva a dolog. Egy ember játszik otthonról, négyen pedig LAN-ról. Ez most már egyébként kezd kicsit uncsi lenni. Ennyire várakozunk. És egyébként emellett a magyar nyelvű közvetítés mellett van egy orosz nyelvű közvetítés. Hát a Cségú stúdiós kollégák rohadtul unatkozhatnak szerintem ezen a meccsen. Mert nincs is orosz érdekeltség. Sok az időkérés, a technikai probléma, biztosan nagyon unják már a banánt. Az orosz kollégák. Nem adom fel egyébként, csak már én is kezdek kifogyni a szavakból és a biztos poénos szorikból is.
Mivel Lanon játsznak a románok, gondolom vannak cseregépek. Az még egy kis idő. Őt föl kell rakni akkor Wire-t, meg minden. Ajajajajaj. Egyébként a Nexus, mint mondtam, elég jó román csapat. Őket igazolja, hogy a Binary Dragons meg tudták venni, de most srácok, hosszú lan, megnyerik, megverik a Binary Dragons, és akkor még itt a hoppal kell szenvedniük. 4 vagy 5 pályán keresztül, biztosan nagyon fáradtak a románok. És tuti, hogy már nem tudnak 100%-on játszani. Ugye a hopposok otthonról a kényelemből tudnak gémelni. Mondjuk ez a magyarokat is ki tudja egyébként égetni, hogy ennyit várakoznak. Így van, és Fifi jól írja egy cseten, és ezt én is elmondtam bevezetőbe, az elmúlt mérkőzéseit mind megnyert a Nexus. Na és valami szomorúság van egyelőre a románoknál. Ez kezd eldurvulni most már ez a poénkodás a román fiúk részéről, azt talán... Jó, van, és Áron beszáll, hát... Kérlek, egyébként be lehetne talán vezetni, hogy valamit azért ilyenkor időkéréskor lehessen csinálni a játékosot, mert tényleg egy helyben pörögnek meg ilyenek, vagy nem tudom, hogy beraknál őket valami practice roomba, vagy valami ilyesmibe a játék, egy ilyen a pálya egy ilyen bezárt kis szobájába, és abban tudnának mocorogni, meg ilyenek, meg lövöldözni. Én nem tudom. Beep, beep, I'm a sheep. Beep, beep, I'm a sheep. Na, ki az, aki érti ezt a referenciát? Ott valaki érti! Ezt a referenciát, hogy bip, bip, I'm a ship. Aki nem vágja, azonnal mehet Tomska YouTube csatornájára. Ő egy nem magyar YouTube-al egyébként, hanem nemzetközi. Brit. Legalább jól elbeszélgetnek a magyarok a románokkal, ezt jól látni. Nem olyan, mint a foci mérkőzéseken. De egyébként egyre rosszabb, mert tehát a hoposok közül nem tudom, hogy hányan, talán Dani, hogyha még itt van cseten a hoposoktól, meg tudja mondani, hogy hányan is érettségiznek holnap a hopos játékosokból, és nézzük meg, azért itt van már 22 óra, a Balkán Pro Ligát már biztos nem nyomják le itt szerintem, nem hiszem, hogy egy ilyen hajnali két órási alvással állnak neki jövő héten az érettséginek a fiúk, azt hiszem két ember is. És azért valójában őszintén az érettség egy rendkívül fontos dolog. A Seci is, meg a Balkán Pro Liga is az, de egyiket el lehet halasztani, a másikat nem. Ketten, Áron és Erik, innen szeretnék, köszönöm szépen Dani, innen szeretnék sok sikert kívánni nekik az érettségi. Ezt holnap már nyomják. És itt ülnek 10 órakor még ezek a fiatal srácok, és várnak a románokra, akik ott szenvednek azon a román lanon. A gépekkel. Nem már. És itt lassan már szerintem az adminok... Szerintem az adminok... lassan már köze fognak szerintem szólni. Ebben nem vagyok egészen biztos. Az iskola nem menjen a csérovására. Hát ez már nem iskola, az már tényleg érettség, azért ez nagyon fontos. Nem hiszem, hogy lenyomnák a Balkán Proligát. Biztosan ezt el kell halasztatniuk. A románoknak is, meg a magyaroknak is. Mert szerintem a LAN is bezár lassan. Vagy nem tudom, hogy hol vannak pontosan, milyen helyen.
lehet egy net kávézóban, és az csak nekik mondjuk nyitva tart, mert jóban vannak, mondjuk esetleg a tulajokkal, akármi, hogy nem tudom, vannak ott drukkolóik. De a drukkolók is ezt, a drukkerek is meg tudják ezt unni. Hát igen, a Hope Nexus az már 22-30-ra át van tolva, de hát közösen járunk még ott. Esetleg, mivel a Balkánligát közvetítjük, ott mi lesz? Na! 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 Elindulunk! Elindulunk újra a mérkőzéssel! Hú-hú-hú-hú-hú! Már régóta várunk erre! Na végre! Egyébként ma közben már egyeztetek a Balkán Liga szervezőivel. Micsoda? Cseréltem PC-t, nincs Wire? Most Xai komolyan beírta azt, hogy nincsen Wire-je? Vagy pedig, hogy... Vagy pedig új gép volt, és fel kellett rárakni a Bayert, és akkor úgy beloginolni, és ez sokáig tartott. Na hát ezt majd mindjárt kedvenc első adminunk, Voz, megmondja nekünk. És az Echo kör kezd veszélyes lenni, hogy nekünk bizonunk van, meg MP7-ünk. Jaj, és az románoknál van AK, és de nincsen mondjuk Kevó. No fear, a bizonnal egy frag. Na, gyerünk, meg is van neki. Oda a másik, van még golyó abba. A bizonban no fear, lehet menni. Elhullik Fifi. No fearnak kéne lehozni a kör, de nem tudja. Nem tudjuk. Ne, hát azért figyeljünk oda. Oké, és sokat vártunk, fiú, de egy ilyen full lekód, ne bukjunk már el az SMG-kkel. Nincs pénzünk. 6-1 lehetne az állás, srácok. Tele fegyverekkel. Figyeljünk oda azért. Mert tényleg nem lesz ebből érettség, hogyha így folytatjuk. Van Bajorja akkor Xajnak. Kaptuk Vosztól egy információt. Köszönjük szépen, Vosz. Munkádat. Ez is full lekó a magyaroktól sajnálatos módon az előző baki miatt. Nagyon beleszaladtunk azokba a pisztolyokba. Jobban kéne vigyázni erre. Na, oké, hogy SMG-k, de vigyázzunk. Mindenképpen. És hát RIP 8-1, ahogy írja Tepsi Over is. Még azért Erik próbálkozik a pisztolyjal. Egyértelmű T-kör. Na lássuk, hogy állunk pénzekkel. Hát, sehogy. És inkább javítok magamon is. Nem meghoztunk, hanem forszoltunk, tehát ami a csövön kifért, azt megvásároltuk. Na, egész jó ez a pisztolykör tőlünk. Az USP-kkel egészen jól szerepeltünk. Na, még BZT be tudsz szúrni egy freget? Hát nem, kívül egy füstön keresztül, 5-4-re feljön a Nexus. És itt Rénen azért kellenek a CT-körökbe, tehát a 11-4-jel kibékélnék. Határozottan.
Jó, az entry BCT-től. Innéknél kiskevó, kijön Ophir-nél. És alig van gránátunk is egyébként. Na, BCT. Az ellenfél AWP-sítés. Jaj, kilőhette volna! Nem várt. Elég türelmesen. Erik közel jön. A vagonok tetején. Jaj, de jó lehet az Erik. Szajt ki is lőhetné, akinél az AWP van pont az ellenfél. 68 HP van már csak a Szajnak. És ugye még itt biztonságban van. Lassú kör a románoktól. Nekünk ez csak jó. Ők vannak már hátrányban. Emberi erőforrás szempontjából. És bemegy a B támadás. De miért koncentrálunk? Egy 5v4-ben ennyire az ára, hogy ott van 4 védőnk. Hát akkor visszafoglalás? Kimentjük a fegyók? Nem mondjátok. 4v4. Kimentés. Kimentjük. Még ezt kóst... Még ezt egy kicsit emésztem még így. Ízlelgetem, hogy... 4v4-be kimentjük. Hát jó. Ez is egy opció, ha úgy érezzük, hogy nem tudnánk lehozni a kört. Gazdasági szempontból tényleg egy jó döntés valóban. Nem baj, legalább tudunk vásárolni. Legalábbis ez mindenkinek fegyvere. No fear, megelészik a makéttel. És a Balkánliga meccs szerintem már biztosan lesz halasztva. Úgyhogy... Tudja. Azt mondták a szervezők eleinte, hogy ha két napon belül lezárja a két csapat a BO3-at, akkor meg lesz tartva a BO2, de így, hogy ez még legalább eltart szerintem 11 óráig ez a pálya, így biztosan nem lesz már megtartva az a Pro League. Se a kaszterek, se a játékosok nem bírják. No fear, belefut! Koz mindnek az AK-jába, Erikére már csak egy M4 ágyjal a kézben, bomba lekerül B-re, és ezt most nem lehet hagyni, ezt meg kell próbálni. Erik. BTN-en és Kozminnel szembe. Kozmin már 3-at ölt a körbe. Az a moló jókor jön ki, azért még át kellene futni Erik. Jó bele a füst. Át is ugrik rajta azonnal. Minimális sebzés kapott csak. És bevárja Kozmint. Hallja Kozmint! De nem volt teljesen pontos a lövés. Kozmin pedig nagyon pontos előtt az AK-47-essel. 6 ölt, átveszi a vezetés a Nexus, úgyhogy 5-1 volt meg az előbb a magyaroknak. Mi van már, fiúk? Gyerünk, 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 gyerünk. Olyan jó volt az előbb. Olyan jól csináltuk. Folytassuk már azt. Megint van pénz ugye, az előző jó kis döntés miatt, a kimentős döntés miatt. Ne engedjünk már több kört a románoknak, mert mehetünk akkor Infernóra. Meg urálni a baletba. Hogyha így folytatjuk. Gyerünk fiúk, ne veszítsük el a fontos köreinket. BTN és SX is nagyon nullasak. Ez nekünk jó, kaphatnának mondjuk egy random heget Nofir-től vagy Fifi-től. Ott egy random, hát az egy flash. Hát, SX-e 46 HP-ből is tud lőni még egy Eriket magának. Nőbe megint. Most egy átámadás, most mindenhova dobálnak be a románok. És hullunk el, mint a legyek. Sorban, egyesével. Nem, mintha nem lett volna elég időkérés, de lehet, hogy kéne egy kicsi időkérés a magyaroknak, hogy megbeszéljük a dolgokat. Vagy már fáradtak lehetünk mi is. Ez a póz, ez az időkérés, ez nem... Nem tett jót nekünk, nagyon nem tett jót nekünk. Nagyon bealudtunk, megaludt a tej a szánkban. Nézzét, hogy kiugratják a poziából. És rá fognak nézni, valószínűleg rápikelnek. Ah, ez egy szép frag. Lesz-e folytatása, kiugrál kék vagon mögé, B-re fognak bemenni a románokat, három, bocsánat, két magyar is várja őket.
Fifi és Nofir. Nofirnak van 5-7-je, és tudjuk, hogy ő milyen halálos azzal a pisztolyjal. Közben BZT megint tud fregelni. BZT folytatja! BZT-nek ott van a 4K, és mehet az észre. Hisz van bomba, ez a kör már meg lesz. Ha csak Szaj nem alkot valamit brutálisat az AWP-be, tehát nincs ideje. El kell bújni, fiúk. Erről van szó. Még BZT mehet az észre, de Fifi, te itt jó is vagy, szaladj ide a galambok közé. Hosszúra, hatos kiáratához. Megvan a kör. Kiosztott még Szaj egy AWP-t. Tudnak vásárolni a románok. Mi annyira nem. BZT-nek kell dobnia egyet, meg Fifi is tudott dobni egy M4A1-et, így most Eritnek kell UMP-znie. BZT-nek ott az AK kézben, ez így jó. 9-6, aztán nyerjük meg a pisztolykör T-ben. 12-6, onnan pedig már hozzuk be a játékot. Ezt én így megjósolom, hogy ennek így kell lennie. Á, bekerítősre állnak fel egyelőre a T-k. BZT egyelőre pedig megállíthatatlan, és ez maradjon is így. Övé az entry, egy jó agro után. Xai is már nagyon nullos. Jax. Amelyik Nicket használja, nekem mindegy. Erika tart rá a vagon tetején. Szerencsére nem látja őt még. Se a vagontól, se a füstnek a tetejétől. Erről van szó, Fifi. Xel el tudta lőni Nofir, de azon ott a revansfreg. Ugye erről szól az egész, hogy fregelnek, akkor revansfreg. Fregelnek, revansfreg. De ez nem jó, hogyha ők tőle, de két revansfreget. Erről van szó, BZT. Ellövi Kozmint. Ez BZT on fire. Meg ezt egyértelműen ki lehet jelenteni. Maradjon így. Fifi segíts neki. Mert BZT is már csak fél HP-s. És árat totyognak befelé a románok szépen lassan azzal a bombával. BZT elhullik. Eléggé sokat tett a körlehozásnak érdekében, és tudják, hogy hol van Fifi. Kinéz az AWP-re, nem hal meg egy lövésbe, lából lövik, de ott van BT-n az AK-val, és le tudják hozni a kört a románok, így nyertük, buktuk. Két körrel a vége előtt már nincsen értelme ekózni, úgyhogy mert a Force fiúk megszaladhatnánk őket amúgy pisztolyokkal, megszórni őket hatoson, alájuk pörkölni egy kicsiket, és nem forszolunk, érdekes döntés. Nem itt a következő körre nem tudnánk vásárolni. 1900 dollár hozzájön, legjobb pénzösszeg, legrosszabb pénzösszegünk 3400 lesz, a legjobb pénzösszegünk 1900 meg 1900, 3800, nem egy nagy cucc. Hát de ez a mi döntésünk. Kozmin is beszúr egy feget, hát ez az Echo körünk ezzel lesz vadászva. És az utolsó kör az első fél időben. A Nexus egyértelműen megnyerte az első fél időt. Reméljük, hogy a másodikat pedig mi fogjuk megnyerni. Épp annyival, hogy 16 körünk legyen. Erik meg BZT már oda sem mennek. Minek mi? Ó, Erik még. Xai tellövi. Ó, az AWP-ért menne. Ezt ugye a románok is, hogy megy az AWP-ért. Erik. Hiába a P250 SX-ot volt. Szintén, na lássuk a pénzeket, hát igen, 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 Kiskevó M4, Kiskevó Famas, Kiskevó UMP. Hát ilyen, ilyen ez a kör, de ezzel is le lehet hozni egyébként. Mint ahogy láthatjátok fönt, Cobblestone-t a hop megnyerte 16-13-ra, a Nexus pályáját, ez itt pedig a hopnak a pályája. És inkább CT map. Ennek ellenére tudnak most jó köröket húzni a románok, nagyon jókat, hiába kezdtünk jól, most nagyon jókat húznak a románok, nem figyeltünk oda eléggé. Erik válaszol egy UMP freggel, Nofir is beindul a famasszal, 3v3 bemegy B-re a bomba, és itt már nincs idő mentegetni, mert ez az utolsó kör az első fél időben hozni kell. Hozni kell. Ez egy jó frag. Fifitől 3v2, van a diffuse kit, egy darab van Eriknél. Erik egy biztos pont, kap egy infókat, jaj de jó az info, és SX is kijött Xelznek segíteni, ez okozta a vesztét, és megint eltűnik egy román játékos a szerverről, mi van már? 8-7, én mindjárt ketté térrelem a billentyűzetemet. Most megint várakozni fogunk fél órát, én teljesen megőrülök egyébként, és szerintem a magyarok is.
Már szavak nélkül én is. Játékosok. Na lássuk, mik a gondok. Hát igen, románok is írják, hogy eléggé fáradtak. Lenyomtak egy land, meg egy bio 2-t ezzel lett a meccset, és egy eléggé offosak fejben. De hol van? Kitűnt el? Esik, Cells, Kozmin, Xay itt vannak. A szerveren, és igen. BTM volt az, akinek vissza kellett jönnie. Na de mi van már? Megint időkérés, megint várunk. De most szerencsére hamarabb folytatódik a dolog, megint valami technikai probléma volt a meccsen, amiből most elég lesz most már. Ezekből a kis technikai nüanszokból. Egyébként a románoknak az átlag életkora, az olyan, hát olyan 20 körül mozog. Van köztük egy ember, aki 27 éves. BTN, ő a rangidős a csapatban. A legfiatalabb, pedig ha jól emlékszem, az... vagy Kozmin, vagy Xello. Xello? Ő 16 éves. Xay 22. Ő a legfiatalabb a csapatban. És ez egy akár jó pisztolykör is lehet, mert CT-n van Erik. Itt várja őt két CT szintén. Aj, de szép rántás fejre! Nofir segít! BTN pedig egyedül van. Három magyarral szemben. A bomba le fog kerülni B-re, még szépen el tudunk helyezkedni. Ahogy kell, BTN fut be site-ra, harcol Áronnal, megvan róla a fix info, és most meg lehet menni. Így késői vacsorára. Meg is történik Nofir által. Na gyerünk fiúk, hozzuk le ezt a fránya pályát. Igen, egyébként Stricken így neked válaszol a csetre, még mindig ez a meccs tart. Eléggé sokat várakoztunk mindenféle dolgokra. De inkább a Nexusra. A hoposok már régóta itt voltak, ők már 7-kor nyomni akarták a meccset. Tehát ismétlem, már 7-kor nyomni akarták a meccset. Jó B-kör, belefutunk egy B-stackbe, jön már hátba közben BTN. Jajajaj, ne, az a P250-nel azért vigyázzunk. Ügyesen fiúk, ügyesen, bemegyünk B-re, Nofir, tartsd a füstöt, mert át fogják tolni rajta a románok. Nofirnak egy frag. És bajba lehet a kör. Na itt van Áron az UMP-vel, megvan neki egy ember. BTN visszalövi őt, BZT scout-tal van itt. Vesz egy AK-t a földről, és hát BZT-nek kéne hoznia. 0 HP-val, nem tudja. De beleszaladunk megint a butaságba, meg a pisztolyokba. Nulla derítés, nulla bedobálás, bemegyünk egyszerűen B-re, és káosz a magyaroktól. Na gyerünk, kapjuk össze magunkat, most én is rage-elni fogok, mint Diablo Lamon Code 4-ben. Porszolunk nyilván. Ez egyetlen logikus döntés. BZT a saját társadó kap egy akkora hitet, hogy marad 12 HP-ja. Szétkapják a force körünket a románok itt 6-oson. Áron itt van még tech 9-el bombdogba, de semmit sem így van. Minimális sebzést osztunk ki. 0 embert ölünk meg.
Hagyjatok már békni ezzel a fake taxival, please. Figyeljünk a mérkőzésre, és igen, van egy kis daddy rage, de hát megesik az ilyen. A legjobb családokban is. Bejön a Glock Echo. Meg a Glock Echo-unk az erősebb volt, mint a Forsterünk, azt azért megjegyzem egyébként. 8-11, és jó esélyre megyünk egy harmadik pályára, ami Inferno lesz. És remélem, hogy nem fogunk itt ülni éjfélig. Mert azzal, akkor nagyon-nagyon morcos lennék. És most rátartunk, most várakozunk egy kicsikét. És ez jó is lehet. Nem kell semmi eszetlenre belefutnunk. Bézbe kap egy heget és lövik füstön keresztül! BTN! Elövi BZT-t. Füstön át. És BZT pont az, aki egyébként a csapatot nagyon erősen húzta az elmúlt körökben. Pont őt nem kéne kilőni, meg úgy senkit se. Erik is elhullik. Egyesével nézegetünk be ára, ez megint nem jó, fiúk. Ez eléggé... Fedett megint a magyar része ez a támadás. De azért javítunk rajta, 3v3, a bomba pedig kilométerekre ellopva tékező mellett lényegében. A bomba lemehetne, hát igen. Van füstünk is rá, de Fifinek kell visszafutni a bombáért, akinél van a füst egyébként. A CT-t meg tök nyugodtan elhelyezkednek mindenféle pozikba. Nagyon kíváncsi leszek, hogy 6-osról is tud jönni majd Jax az AWP-vel vagy sem. Áron ezt tartja. Áron letartja Jax-et, vele lesz az első kontakt. Jax kinéz! Áron pont egy millivel feljebb tartott, mint kellett volna, pedig előbb lőtt, mint Jax. Hát no fear 1v3 rakott bomba szituáció, no fear, megvan neki egy ember. A Jaxot is meglőtte, két AWP-sel áll szembe, aki fölvettek fegyvereket a földről. Pillanatra ijesztő volt, és no fear a fut rá, no fear előre, lő prefire, jó volt. Kiszi Jaxet, és nagyon szép a tánc no fear-től. Hát, táncra invitálta az ellenfél három játékosát, és erről beszéltem. No fear az a játékos, aki tud is 1v3-akat hozni, és le is hozza no fear az 1v3-at, nagyon okosan, háromat fregelve, egy ember pedig lúgva hagyva. Kihoz egy AWP-t a körből. Szép. Nagyon szép. Nagyon szép. Szép lövések. És szép táncikálás. A bomba mellett. 9-11. És még nem a mentőket hívjuk. Mert még nincs vége a meccsnek. Megint rátartunk. Ez előbb működött. Aztán elkezdtünk egyesével benézegetni. Hát igen, próbáltuk ezt a bentrizünk ára bemegyünk, csak aztán milyen triződtünk. Mi szóviccet mondtam? Milyen szóviccet mondtam? Le se esik már. Ilyen késő órákon a daddy viccek már nekem sem esnek le, hanem így élből jönnek. Hogy nyugodt, írjátok már be nekem, légy szíves itt Twitch chatre, hogy milyen szóviccet mondtam, mert hallottam el, mint eszembe. Közben lekerül a bomba, és... Ez akár védhető is. Van-e molónk? Eriknél van, ő tudja is majd kidobni, de egyelőre kerülőt nézi UMP-vel. De senki nem jön kerülőről, ezt nyilván Erik nem tudhatja. 3v4-ben vannak a srácok. Fifi, nagyon fontos lövés Sighton. Pozíciót kell váltani. Aj, jó, a damage megint csak, de kifogy az AK-47-es. De elég! Elég, hogy még Kuzmint is kilője azzal. Fifi folytatja! Nem áll meg, megvan neki Jax is, és majdnem megvan neki Xels is. Erikél, kimegy a moló Sightra. Esélytelen, hogy lehozzák Román a kört. Szép lövés az UMP-ből szintén. El lehet hozni ezt az AWP-t? Elbizony.
11-10, még mindig a románoknak, de jönnek vissza a magyar fiúk. Lehet hozni. Ezt lehet hozni innentől kezdve. Most ekóznak egyet a románok. Kapnak mennyi pénzt, Jó sokat. 2400 dollárra tudnak majd vásárolni a CT oldalon. Ja, 9-11-es poén. Úristen, már esik. Köszi szépen, srácok. Az emlékeztetést, kiégettem saját magamat most ezzel a 9-11-es poénnal. Na, Erik, szájtról lőttek ám téged, haló. Nem foglalkozik vele, árom. Egy ember kiegelt, egy ember meg kimólózott. Xelzer ér itt még hatoson. Raven írja, hogy neki Fifiről egy cuki tacskó jut eszembe, nekem meg egy pudli. Arról névről, hogy Fifi. Egyébként. De hát... ezt a Fifit szívesen látjuk itt a Cségó szervereken. Na, Xels, P250-nel, fregel egyet, és fölrobban. Pá, pá! Három fegyót kihozunk az antékó körünkből, 11-11. És most vásárolnak a CT-k. Ha ezt a kört lehozzuk, elmehetünk 13-11-re. Ugye CT oldalon most már tényleg tudnak spórolni, hogyha végig hozzák. Most egy ekó, egy force, egy... nem force, elnézést. Egy ekó, egy vásárlás, egy ekó, egy vásárlás. A rátartások eddig jól mentek. A várakozások, mint a románok türelmetlenek lennének, türelmetlenebbek. És ugye lankad náluk is a figyelem. Mint mondtam, lenyomtak ma már egy lant. Egy BO2-ben nyertek a nyerték a lant, ugye. BO2-ben győzelmeskedni tudtak a Binary Dragons ellen. 16-11 és 16-14-es eredményeket. Tehát szoros meccseket játszottak. Nyilván a román lanon is játszottak szorosabb mérkőzéseket. És most itt van egy hop. Este 10-11-kor. Ugye a hop vezet. Mapok szempontjából mindenképpen menni kéne egy Infernóra, hogy ezt megnyerik. Stricken. Ex-kommentátorunk, akit egyébként szívesen látnánk vissza, mint kommentátor a magyar e-sport közösségében. Leírt, hogy neki mi jut eszébe Fifiről. Ezt nem erőltetném így fel a streambe vokálisan, inkább aki itt van a cseten, az olvassák el. Ez ilyen exkluzív az élő mérkőzés nézőknek, és ajajajajaj! Egy B... egy nagyon drága B-tre terelés a magyaroktól. Olyan nagyon drága, hogy három emberünk elhullott. Nem hozhatatlan. BZT áron. 2v5-ből csinálnak 2v4-et, a bomba lekerül. Hát van 40 másodpercünk. Játszani. Pontosabban 30, mert nincsen defuse kit a CT-knél. Senkinél sincs. De most már van. Aj. Az is elhullott. Játszunk az idővel. Van egy AWP-nk, van egy AK-nk, Áronnak, megvan BTM. BZT még tudja húzni az időt. Már futnak a románok a bombára. Rászednek, egyikünk nézzen rájuk mindenképpen, mert nem szedik, de... jó az időhúzás. És meg lesz a körhozás. Jax megint nem tud semmit csinálni, csak egy AWP-t kihozni a körből. És erre nem fognak a románok ráforszolni. Erről van szó. Erről van szó. 12-11 a magyaroknak. Ekókör CT oldalon. És kegyetlenül elvehetjük azt az AWP-t tőlük. Nyilván vesznek kevót és pisztolyt. 3400 dollár kapnak már egy bukott körület, úgyhogy abszolút megtehetik a CT-k, hogy vásárolnak picsőt, még ott van egy scout is. A scouti trainer nagyon jól tud muzsikálni egyébként, hisz a 1-2-3 embert meglövünk vele, onnantól kezdve egy ilyen ekókörül a pisztolyos emberek simán tudnak darálni. Mindegy, mi darálunk most B-n. Jó döntés a fiúktól, hogy B-t választottuk. Az AWP és a scout is árakót védte. Fifi ellövi BTN-t, BZT pedig az AWP-s Jax-et. Úgyhogy kihozzák azt a két fegyőt. Kihozzák a scoutot? Inkább scoutozni akar Kozmin, mint mondjuk egy M4A1-gyel lövöldözni. Vagy inkább az életét, mert hát most kiskevó. Hát ja, azt kimentheti végül is.
kislány volt határozottan. Na gyerünk, fiúk! Meg lehet ez. Óriási 5v2 az előbb. Árontól és BZT-től. Hát ha így folytatjuk, akkor... le is hozhatnánk már, nem? Az underdognak számító hop megmutatja, hogy nem is annyira underdog. A csapat 13-11. Most már nem kérünk időkérést a románoktól. Nem is kapunk, úgy látom, egyelőre. Nagyon szépen együtt mozognak a hoposok. Volt egy-két katasztróf kör, de alapjában egy gyönyörű szépen játszanak a fiúk, és ez maradjon is meg hosszú ideig. Úgy tűnik, hogy kezd beérni ez a csapat. Most már Jax kezdi a fregedést. Most megint egy kicsit eszetlenül megyünk be. Most Fifi ment be eléggé konok módon, és nézett bele az ellenfél fegyvernek a csövébe. Kapott is egy lövést azonnal Jax-től. Várjuk meg azokat a molókat. Ennyi, ennyi. Nincs a CT-nek pénze, fiúk. Nincs füstjük már. Egy molójuk van, meg 4 flash-ük. Mi meg tele vagyunk, tele a tank, srácok. Egy A bekerítős kört bármikor tudunk csinálni. Mert egyszerűen nincsenek itemek a CT-knél. Ezt tudnunk kéne egyébként, mert láttuk azt, hogy vásároltak scoutot. Vettek kevót pisztolyt az előző körben. Mert vettek. Tudhatjuk azt, hogy nem tudtak kigazdálkodni gyújtógránátot, heget, füstöt, meg flash-t, diffuse kittel, nagy kevóval, és a fegyverekkel. Bemegyünk hatosan, legalábbis egy ember megy be, Áron. Meghal, nincs revans frag. Tovább próbáljuk erőltetni ezt az átámadást. BZT jön be egy P250, ugye azért P250 ember rávépés játékos. Ott van balra az ember, BZT észre is veszi. Nofer is tud fregelni, 2v3 most már. Hát Nofir BZT, nem hal az ember Sighton, Nofir viszont elhullik, BZT 20 másodpercet van kört hozni. Meg szinte nulla esélye, de akár le is hozhatja, a direkt nem teljesen jó. Itt van egy nullos ember, futás bére, nincs idő lerakni a bombát. Lesz idő lerakni a bombát, hogy ide rakja, de hát átszúrnak füstön keresztül. Száz nyilván nem fogja engedni, hogy lerakja a bombát. ...13-12 tudunk még mindig vásárolni. Nagyon fontos kör, ha ezt nem hozzuk le, akkor a Nexus el tud menni 14-13-ra. Ha viszont ezt mi hozzuk le, a Nexusnak nem lesz pénze vásárolni még két körig. Úgyhogy mi elmehetünk 15-12-re. Nagyon kell, gyerünk fiúk! Gyerünk hop! Hajrá! Bemegyünk B-re! Legjobb döntés! Egy ember védi! Az is egyébként SX-e egy M4A1-jel, ami hamar kifogy azért. Be lehetne most gyorsan menni B-re. De nem megyünk egyelőre. És már zár át, itt van Jax már AWP-vel. És már létránál is ott van egyébként Kozmin, itt van Sighton. Na most megyünk le! Jax egyet felgel, ne harcoljunk az AWP-vel, ne harcoljunk az M4-essel annyira. Menjünk be! Füstöljünk, fiúk! Tegyük le azt a bombát. Ott van két moló is nálunk. Áron közel megy. Nofinak föl kéne mennie egyébként. Mindenképpen, inkább kidobja a molóját. És futunk az ellenfélre rá. Árontól nagyon szép az a fejes. Jax is közben durul az AWP-vel, BZT még itt van, Nofir nagyon durul a Sighton. Nincsen heg az ellenfélnél. Jó kinézés BZT-től BTN-re. 2v2, tehát nagyon nullosan vagyunk, de Nofir nullosan is el tudja lőni az AWP-s Jax-et, és Krzelzél már csak 97 HP-val. Van defki, de nincs se füst, se molója. Nofir fog először kinézni Krzelzre, és el is lövi 14-12 a magyaroknak. Két körre attól, hogy megnyerjük az egész mérkőzést. Két körre. Pontosan egy körre a meccspontoktól. És két körre a meccs megnyeréstől. És mit csinálnak a románok? Ekózunk, forszolunk. Forszolnak. És ha ezt lehozzuk, akkor megkönnyítették a dolgunkat. Erősen meg lett. És egy agresszív, gyors A magyaroktól. Be a molók, be a füstök, be a hegek. És a fejlővés csak az AK-ból. Egyőre csak egy, sajnos. Kéne folytatni. Egyre veszélyesebb ez a román forszkör. Nagyon veszélyes a román forszkör. Nofir, akkor ficcetsük egy 1v3-at nekik megint. Egy frag. Ott lehet a második is egyébként. Jaxre, aki nagyon nullos.
De ezt nyilván Nofrid ránézésen nem tudja megmondani. Az egy jó spray site-ra. Jax is elhullik. Nofrid 1v3 megint. Megint megtörténhet a csoda. Nagyon nagyokat kap a Deziből. A heg az nem jó oda. Kifogy az AK! De az utolsó néhány golyóval Nofrid meglövi a 4K-t. 12 HP-ja marad. 15-12. Egy körre, hogy vége legyen ennek a meccsnek. És Balkán Pro League már biztosan nem lesz a mai nap. Gyerünk, fiúk! Gyerünk, fiúk! Na! Na! Gyerünk! Hozzuk le azt a kört! Hadd menjenek a srácok holnap érettségizni! Meg hadd menjen mindenki most a nyugovóra, térhessen nyugovóra. De hát akkor még várat a vége magára, úgy látom. Ha csak BZT nem lő egy 4K-t az 1v3-ból, csinált egy 1v2-t. Tudja, hogy hol van mind a két játékos? Hát, tudja. Az egyiket tudta, a másikat meg kellett találni. De előbb elhullott. Nincs pénzünk. Korán örültünk egy kicsikét. Ajajajajaj. Ekózunk egyet. Megnyugszunk ebbe az ekókörben. Próbálunk egy bombát leerőltetni, gondolom. Csak pisztolyokat vásárolunk, és igyekszünk nem hosszabbításba belekeveredni. Gyors, egy gyors létraszobás kör. Plantolni szeretnénk, nincs füstünk mondjuk. Mehetünk be, a Glock vonat Tech-9-es pékelve. Nofrid itt van, igen, Tech-9-el. Le kell rakni a bombát, fiúk. Nofrid, kap fel a bombát, itt van melletted. Nem tudja, nem, nincs esélye sajnos letenni a bombát egyáltalán. Bejöttek a CT játékosok. És hát ami a csövön kifér, vásároljuk meg. Valószínűleg ez Galil és Tech-9 lesz. Leginkább... Két AK. Két AK. 3 Tech-9, és nagyon sok gránát. Ez jó szett. Ez amit a legjobb, amit kihozhattunk ebből a dologból. Mi lesz a döntés? Az előző B olyan jó volt, fiúk. Próbáljuk meg megint azt a B-t szerintem. És most jó is lenne, hogy gyors B-ket simán játszhatnánk, mert a játék elején 6-ossal koncentrál két játékos, és ára pedig még két játékos, és csak egy ember hagynak ott B-n. És az nem más, mint SX-e. És utána jön át egyébként Jax mindig. Ezt sajnos ők nem látják, a fiúk. Ők ezt nem tudják. De egy gyors B-t nyomhattunk volna. Na gyerünk. És B-t is akarunk. És tegyük kis azt. Megy be ennek be a gránátok, de az nem volt jó, az a popflash. Jax nem kap belőle semmit, SX-re is tud fregelni. Reméljük csak egyet. Füstön keresztül nem lő el senkit sem Jax. Mennek be a molók szájtra, Nofrid-nak megvan SX-e. A románok átjönnek áron mindannyian. De mi már benn vagyunk szájton, leraktuk a bombát, itt már nincs idő forgatni, meg játszani az idővel. 3v3. Ezt kell lehozni. Kicsi fejetlenség most a magyaroktól, egymás fején ugrabugrálunk. Fifinek van molója. Ő azt oda fogja vágni szájtra, nyilván most rögtön, így van, amint elkezdték szedni a bombát, oda dobja szájtra. De ott a füst a szájton, a CT-k kidobták a füstöt. Megyünk a hosszabbításba. Jó volt az a füst, tudták, hogy jönni fog egy moló. Fifi pedig a kevés HP-jával a molójába bízott. Ez amúgy is volt diffuse kit, szóval tök mindegy. Ez akkor hosszabbítást kell lehozni. Jó az entry, Jax hullott el. És ez elég kemény az AWP-s felállás itt a hosszabbításba a CT-ktől. Bevásároltak elég rendesen. Ha ezt a kört elbukják, és a rákövetkezőt is, akkor nem lesz pénzük a harmadikban. Megint tesznek nekünk egy szívességet. BTN kitolja T-main-t, TZ-t, pontosabban. BZT-nek volt két jó entry-e. Jó a popflash! El kell fordulni a BTN-nek, nehogy már duplát fregel vissza. És van bombája. Ez így nagyon szomorú. Pedig jó volt a popflash. Elfordult, nem tudtuk lereagálni. Ugye
Egy AK-s meg egy AVP-s emberünk futott rá, az AK-st azonnal előtte, az AVP-sünk BZ-t és sajnos pedig hibázott, jába lőtt két freget. Csak fél HP-s lett így BTN. Kap egy AVP-t megint. Kozmin is tud fregelni. Ne! Pedig olyan jól nézett ki az 5v3. 20 szek van hátra, Fifi-el már csak. 1v3-ban 1v2. SX-el pedig magas lakati levegőt szív, és simán lövi ki a magyar játékos távérpével 16-15 a románoknak. Most a románoknál az entry BZ-t lövik ki az előző körünknek a duplázóját. És ugye nem tudunk visszafregelni semmit sem. Akkor most fordítsuk meg, mint az előbb a románok, hogy... Így van! Mint ahogy mondtam, mint az előbb a románok. Ők kezdnek két entry-vel, milyen két válasszal. Adunk revanst freget, és megnyerjük mondjuk a kört. Történjen meg. Lesz pénz a CT-t egyébként vásárolni. Szájtom van egy játékos, szerzőt el kell mielőbb lőni, ez meg is történik Nofir által. Hát Nofir megint 1v3-at kéne hozni, az a szomorú hírem van. És ez a másik szomorú híre, viszont Nofirnek, hogy ezt most nem tudja lehozni, mert ellődik őt AVP-vel. Fifi kap egy kvázi dicséretet, hogy mi volt az a dupla AVP-vel. Fifi és Erik, húha. Illetve Nofir is bekezdenek. Hát bedurvultunk az utolsó körre. Hát nem gurulgázunk azzal a bizonyos dologgal. És mehetünk CT-be. Nem rossz, hoztunk egy kört T oldalon a hosszabbításban. De ez akár lehetett volna 3 is. Sajnos ez rajtunk múlt és nem a románokon. Szép volt nagyon a megmozdulás a BTN-nek ott a, az első körben, az a hosszabbítás első körében. Hopp. Admin, itt valami történt. Admin, ne, mi történt? Hova lettek a játékosok a szerverről? Nincs, nem szabad csapatot váltani meccs közben. Hát, nem szabad csapatot váltani, de hát ilyen ez a játék, hogy, hogy csapatot vált a szerver. Úgy értem, úgy gondolom, hogy be kéne át egy kicsit konfigurálni ezeket az ESL szerókat. Voz, tehát a dolgod, szerintem. Hát így még soká lesz az érettségi, srácok. És megint várni kell a wire-ökre, amit bekapcsolnak, meg visszatalálnak a játékosok a szerverre. Hát, és nincsen 16k. Ez be kell állítani a 16 ezreket mindenkinek. MR3 16k-ban. Már végül 800 van mindenkinél, és senki sem szeretne egy ilyen MR3-at, hogy aki nyeri a pisztolykört, az utána tud vásárolni. Úgyhogy valószínűleg lesz egy szerver újraindítás másodperceken belül. Vagy valami. Szerintem volt az már intézkedik is. Nyilván nem az adminok csinálták, a szerver csinálta ezt saját magától. Ó, valaki fel akar jönni a szerverre, aki nem is itt játszik ezen a meccsen. Hát igen, ezt lehet ezzel próbálkozni, de
nem fog fölöngedni senkit sem. Természetesen a mérkőzés. Cseke 2001, nem streameljük a Real Gamers döntőt, ahogy láthatod éppen Dél-Kelet-Európai Bajnokság csoportkört, nemzetközi csoportkört közvetítünk. És a mai napra ez utolsó mérkőzés, amit leadunk egyébként. Hát akkor megint várakozás, ebből már volt részünk. A mérkőzés, de nyilván az adminok már szerelik a szervert, hogy így fogalmazzak. Na akkor most mindenki megölve. Aha, jött a rollback a szerveren, ugye az utolsó kört. Igen, most akkor most az fog történni, a hoposok lerahanják a CT-ket. És akkor megint egy oldalcsere, és reméljük, hogy nem vágják ki a játékosokat. Valami megint nem jó ezek szerint. Jó, hát akkor még egy kicsit várakozunk, hogy mi lesz ebből a dologból. Egyébként nyílt egy új csoport Facebookon, hogyha az ilyen mérkőzésekről szeretnétek első kézből értesülni, akkor az eSport 1-es Facebook csoportba nyugodtan lépjetek be. Na hát akkor kérik a Nexus-osokat, hogy akkor gyors kill konzolból mehetne. Ahogy né, ott van 1, 2, 3, 4, 5. És akkor most. Easy round. Easy. Lesz a csere. De srácok, megy a pause. Hát akkor hiába ölték meg magukat, és MR3 10K. Ja, bocsánat, 10K, nem 16K. Miért mondtam 16K? Mert az MR5 16K, elnézést. Igen, na, tehát MR3 az 10.000 dollárokkal megy, az MR5 pedig 16.000 kezdőpénzzel. Elnézést mindenkitől, most már én is egyre dekoncentráltabb vagyok. Azért már itt ülünk 7 óra óta, 1BO3-on, aminek még csak a második pályára megy, és ugye a Nexus lehozza a hosszabbítást, akkor viszont jön egy harmadik pálya is természetesen. Na, unpause. Nem műk. Redizni kéne fiúk szerintem, nem? Az, az igazság, szerintem most ez egy kicsit beragasztotta a szerót, mert egyszerre volt időkérés, egyszerre volt oldalcsere, és most se az unpause, se a ready nem működik szerintem a szerveren. Van egy ilyen sonda gyanúm, hogy na, most lesz a jó valószínűleg. Az unpause, mindenki beérje, hogy ó, és megy a mérkőzés. Úgyhogy mehet.
Fiúk, védekezzük ki. Három védett kör kell, hogy lehozzuk a hosszabbítást. A Nexusnak meg két támadott kör ahhoz, hogy lehozzák a hosszabbítást. Ne történjen meg. Nyerjük meg szépen 19-17-re a mérkőzést. Dupla AVP és kombó. Mind a kettő ára jön egy hatosra. És mind a kettő hatoson van, hogyha úgy vesszük. Csak az egyik tézét nézem, a másik pedig hatos kiáratot. Gyertényen, aki visszaemlékszik, szorzba itt hordók voltak. Egy pont hatban meg dobozok. Admin pause. Unpause. Jó, jó, jó. Csak ijesztegetnek minket az adminok. Ez eléggé zavarhatja egyébként a játékosokat, amikor ilyen beírás történik, de ilyenkor az a legjobb, hogyha csak az a... tehát tök mindegy ki mit ír. Arra kell koncentrálni, hogy lehozzuk a mérkőzést, lehozzuk a kört. De az tök mindegy, hogy most végül azt mondják a kör sztornon meg ilyenek, de arra kell hajtani, hogy lehozz a kört. Nem szabad kizökkenned. Na, BZT. Két ember kéne előnie. Bejött az első, azt el is lőtte BZT. Nagyon szép megmozdulás a részétől. Erik folytatja. Erről van szó. Lassú, nagyon lassú román kör. A magyarok meg szépen lassan lefregelnek minden román játékost. Itt Trénen. Kozminél. Tudjuk a pozícióját. Kapja az arcába a gyújtót és a flash-t is. Majd nem kellett lőve falon keresztül. Egyébként megint jött be Áron és a Heg is rá. Egyenlő az eredmény. Magas labda nálunk. Lecsapjuk-e? Ha ez a kör megvan, nehéz idők fognak járni a tékre, mert nem lesz pénzük. Ugye $1900 kapnak a bukott körért. A legjobb pénzösszeg az $3500 lesz. Nem túl jó, de hát már hoztak ilyen kört egyébként a terrorok. A magyarok már bevállalhatják a nagy kevókat is egyébként. Ráköltetjük azt a plusz $350 a szettekre. Még egyszer mondom, rosszul mondtam az előbb. MR3 10K és MR5 16K, az azt jelenti, hogy én mondtam rosszul, de és ez a helyes. 10.000 kezdőpénzt kapnak. MR3, az nem volt jó hely, de igazából amúgy sem ért volna senki. Erik, ne bánkodj emiatt, ne zökkenj ki semmiképpen se a körből. Rátartunk, a románok is rátartunk, és egy A kört fognak tolni. Hárman létrából, ketten pedig TZ-ből nő ütemű a füst. Szerintem hallottuk a létrán. Elérti magát egy román játékos a létrán, és ezt hallottuk. Ennek ellenére mindig ketten vagyunk B-n, a románok bármikor átforgathatnak B-re, nem fognak. Be fog menni a zártámadásuk. Amit elosztak a füst, kijönnek a molóink, a utolsó gyújtógránátok a magyar játékosok, a magyar játékosoktól, elnézést. Erik, fú, azok nem jobb ranyók egyébként. BZ-t tud fregelni az AVP-vel. Erik, Eriké lehet még ott a főszerep. De nagyon rátolják Erikre. Áron. Itt fönt az ablakban csak egy freget tud szerezni. A Fifi és Nofir észre! Mondom észre Nofir. Átolta a füstöt. Lehet, hogy várt volna. Van defuse kit, meg minden. Itt volt a Fifi is. Most milyen jó lenne, hogy ketten mehettek volna be site-ra. És Fifi két ellenfél között kell, hogy valamit alkosson. Tudják, hogy hol van. SX kinéz. Adta az infót BT-nek, meg BT-n is hallott, hogy fut rá. Fifi. Állj, Nofir, néha olyan jó megmozdulásokat csinálsz, hogy az ami... Nem tudom, hogy aranykönyvbe... Arany highlightba be lehetne rakni, de... Ez most szerintem megkérdőjelezhető volt. Nyilván nem ezen múlott a kör. Férni esetleg, kedves nézőink. Nem ezen múlt. Az egész. Csak lehetett volna mondjuk... Elegánsabban csinálni. Erik nem tudott pozícióba kerülni végül. Az AVT-ből, úgyhogy már is 4-5-be kerülünk. Egy gyors román támadás. Ezzel a perek magukat Inferno-ra küldeni. Nem babrany, hogy a játék. BZT-el hullhat, BZT-el is hullik. Akkor megint egy kicsi Nofir kombó. Na most ügyesebben, fiúk, hajrá! Az a flash nem jó sajnos. Ugyanaz a felállás. Most Fifi hullik el elsőként. Nofir néz be, Nofir is meghal. Megyünk Inferno-ra.